Mondjások újsága első videós podcastjának a felvételén. Vendégeink ABC sorrendben Kalmár Szilárd és Sebők Miklós, doktor Sebők Miklós lesz. Először szeretném bemutatni a két vendégünket, majd utána akkor bele is csapunk a beszélgetésbe. Kalmár Szilárd, az ELTE szociálpolitika szakán szerzett diplomát 2006-ban, a 90-es években az ifjú szocialisták mozgalmának aktivistája volt, és a Szocialisták, Egyetemisták és Főiskolák Szövetségének az elnöke, ami rövidítve SZESZ-nek hangzik. Később az MSZP tagja lett, ahol a híres, írhet kinek milyen Horn Gyulával együtt is dolgozott, majd Szenyéti Bor alatt a Földművelésügyi Minisztériumban vállalt szerepet. 2005 óta pedig a hajléktalan ellátásban dolgozik különböző beosztásban. 2009-ben kilépett az MSZP-ből, utána dolgozott együtt a Magyarországi Munkáspárttal, Zöld Baloldal párt munkájában is részt vett, és jelenleg a tavaly alapított Igen Szolidaritás Magyarországi Mozgalom alapító tagja, és saját beállása szerint marxista nézeteket vall. Másik sarokban pedig Sebők Miklós, pontosabban dr. Sebők Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója, intézetigazgatója, közgazdászpolitológus végzettségű, számos kutatás, tanulmány szerzője, a Bécsi Egyetemen vendégoktatója volt. Legfontosabb kutatási területe, amit olvasni fogok már annyira magyarul, hogy a politikai közgazdaságtan és közpolitika, valamint a big data megoldások olyan társadalomtudományi alkalmazása, mint a kvantitatív szövegelemzés. Egyik legfontosabb könyve, most már 2 évvel ezelőtt megjelent, Paradigmák fogságában, ami az Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban címmel jelent meg. Itt ugye Miklósnak van egy ilyen állítása, illetve az egész könyv a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi kapitalizmusról szól. Majd szeretném, hogy beszéljünk ennek kapcsán is, de a könyvben az egyik legfontosabb állítás ugye az, hogy két szemben álló elitcsoport ideológiai tábor és politikai irányzat vetélkedése határozta a legfontosabb politikai döntéseket. Tehát volt egy ilyen nyugati, nemzetközi tőke, akiket ugye neoliberálisnak hívtak, és mérsékelt szociális piacgazdaságban hívó modernizátorok is, mint mondjuk Horn Gyula egykori miniszterelnök. Vágjuk bele a beszélgetésbe, és az első kérdésem az lenne, ugye, hogy piacgazdaság, kapitalizmus vagy szocializmus? Ugye én tudományos kutató vagyok, tehát kevésbé a normatív irányból közelítek ezekhez a kérdésekhez, hanem inkább a megértő és az oksági kapcsolatokat feltáró szemléletem van. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi van ma Magyarországon és mi van a világban, akkor kapitalizmus van, ez nem kérdés. Azt gondolom, hogy a maga az a szó, hogy piacgazdaság, az egy ideológiai kategória, ami azt a célt szolgál, hogy a kapitalizmusról ne beszéljünk, hanem egy képzeletbeli, piacorientált gazdaságban higgyünk, de bárki, aki itt volt az elmúlt 30 évben Magyarországon, Európában és a világon, az pontosan tudja, hogy versenyző piacok olyan értelemben, ahogy a tankönyvek leírják, a lehető legritkábban találhatóak meg. Az állam az mindig valamilyen szerepet játszik, az állam és a gazdasági szféra összefonódása is szerepet játszik, és alapvetően a tőkefelhalmozás logikája határozza meg a gazdasági rendszereket. A szabad verseny és kapitalizmus az egy tündérmese, amit azért próbálnak az emberekkel elhitetni, hogy léteznek ilyen típusú piacok, hogy higgyenek abban, hogy igazságos és méltányos eredmények születnek a gazdasági versenyben. A kapitalizmus az nem erről szól, ezt Marx óta bárki, aki ezzel a témával komolyabban foglalkozott, pontosan tudja. Én is ehhez a gondolatmenethez tudok csak csatlakozni. Én pont olyan idealisztikus képnek tartom a kapitalizmus, mint amilyen mondjuk a kommunizmus. Tehát, hogy az a torz kapitalizmus modell, ami per pillanat a világot éppen a szakadék szélére viszi, az annak semmi köze nincs ahhoz a klasszikus önmagát szabályozó piaci akármihez, amit ugye egy ilyen elméletként meghatároztak. Éppen ezért mondom azt, hogy ha megpróbálják szembeállítani a szocializmust, a kapitalizmusra, hogy az egyik a jó, ami megvalósult és létezik, a másik a nem megvalósult és nem megvalósítható, akkor azt szoktam mondani, hogy ebben a buliban mindkét szereplő egy
rohadt nagy fikció, viszont az, hogy egy közösségi megoldás irányába mozduljunk el, az nem pusztán egy jóléti kategória a jelen helyzetünkben, hanem alapvetően most már az emberiség túlélése szempontjából is egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha nem tudjuk kontrollálni azt a barbarizmust, ami per pillanat jellemzi a Földet, ez egy ilyen különös, az első világháború előtti időket idéző neoimperialista időszak, akkor így bizony nagyon-nagyon nagy bajunk lesz, már pedig most ez szerintem nagyon is úgy néz ki, hogy ebben az irányba mozdulunk el, tehát olyan szintű globális feszültségek vannak, amelyek újra felvették egy új típusú hidegháborúnak a veszélyét, ami a maga szempontjából talán még zajlott is lehet, mint az előző volt, hiszen ott azért volt egy jelentős egyensúlyi tényező, ami végigkísérte, itt pedig ez nincsen meg, hanem van egy hanyatló nagyhatalmi struktúra, az euróatlanti zóna, az USA-val, az Európai Unióval, az egyik oldalon is vannak feltörekvő harmadvilágbeliek, amilyen például Kína, India, Dél-Amerika jelentős része. Oroszországot szándékosan nem mondtam, hiszen az én értelmezésem mindig Oroszország alapvetően egy konzervatív, mélyen kapitalista ország, amit azért nehéz oda sorolni ahhoz a blokkhoz, ami mondjuk a jövő szempontjából egy ilyen perspektívikus lenne. Szeretném be kiegészíteni. Az ugye az elmúlt 30 év egyik nagy kérdése, hogy az világosan kimutatta több tanulmány, és hogy a magyarok általában egy ilyen gondoskodó állam, paternalista berendezkedésbe szeretnének élni, szeretik, ha van egy stabil állami ellátás, nem szeretnek a versenynek úgymond kiszolgáltatva lenni. De az elmúlt 30 évben gyakorlatilag ugye, most gyorsan számolok, 12 év úgynevezett szocialista vagy baloldali kormányzás van. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani, és ugye ráadásul a Kádár rendszer pont egy ilyen gondoskodó rendszernek nevezhető, most nem biztos, hogy definiálni kell, hogy ez milyen berendezkedés volt. De ugye én érzek egy ilyen ellentmondást, hogy egyrészt van egy igény a baloldalra Magyarországon, másrészt jelen pillanatban sincs baloldal, és utána majd a következő kérdésben menjünk el ebbe az irányba, hogy egyáltalán miért nincs baloldal, illetve milyen baloldal képe van a magyar társadalomnak. Ezt nem osztom, hogy nincsen baloldal, de erről biztos, hogy fogunk beszélgetni. Ami magát azt a kérdést illeti, hogyha magyaroknak van egy ilyen gondoskodás és az állami beavatkozás iránti, nem nevezném szenvedélynek, de egy olyan érzülete, hogy alapvetően ezt tartják fontosnak, és nem az, hogy mindenki menjen ki a piacra, és aki a jobb, az fog nyerni. Ez szerintem ez egy ténykérdés, és ezt az értékvizsgálatok is kimutatják, nyilván ez nem független a Kádár rendszertől. De ez csak a kiinduló pont. Az a kérdés, hogy ez milyen viszonyban azzal, hogy a magyar szociáldemokrácia, akkor nevezzük így, az milyen teljesítményt nyújtott a tömegek érdekében. És itt úgyis, mint aki sok emberrel interjúzott a könyvéhez, azt tudom mondani, hogy azért nagyon nehéz így utólag leszedni a keresztvizet mindenkiről, aki ott volt a rendszerváltáskor. Tehát azért azt látni kell, hogy a nagyhatalmaknak a ütköző zónájában zajlott a rendszerváltás, meg akartak szabadulni egy előző rendszertől, ami egyből ilyen magát baloldalinak vallottam, most ez megint egy másik kérdés, hogy mennyire volt az. Ezért nem lehetett egy az egyben felvállalni ugyanazokat az értékeket, hiszen akkor az a restaurációval lett volna egyenértékű. Tehát az akkori szociáldemokraták egy nagyon nehéz helyzetben voltak, ugye pártállami örökséggel együtt. És az, hogy 94-ben az MSZP és az SZDSZ kötött egy koalíciót, Az pusztán azért jött létre, hiszen az MSZP-nek meg volt a többsége a parlamentben, mert nem tudtak volna semmilyen körülmények között a nyugati erőkkel szemben egy önálló szociáldemokrata politikát folytatni, és a részben azért, hogy megnyugtassák a nemzetközi befektetőket, nemzetközi partnereket, német-amerikai kormány, ezért az SZDSZ-szel közösen kezdtek kormányozni. Ugye azt is tudni kell, hogy magában az MSZP-ben volt egy reform értelmiségi szárny, ugye ezek a könyvemben előket organikus közgazdászoknak hívom, akik magukévá tették a neoliberális ideológiát, még pontosabban a piaci fundamentalista ideológiát, hogy mindent privatizálni kell, hagyjuk, hogy a piaci logika érvényesüljön, és aztán esetleg a férvésen a kihullik az alján, aki pedig versenyképes, ugye ez volt a kulcs szavuk, az pedig megmarad és prosperál. Tehát azt látjuk, hogy az MSZP magán belül is több különböző csoport volt, ugye ez a honbékesi ellenállásban nyilvánult meg teljesen egyet. Tehát az, hogy volt SZDSZ-szel egy koalíció, a privatizációt valamilyen módon le kellett bonyolítani, hiszen fenntarthatatlan volt az állami tulajdonnak az a szintje, ami volt. És az, hogy nemzetközi befektetők nyomást gyakoroltak arra, hogy a magyar adósságot valamilyen módon finanszírozni kell, mindez oda vezetett, hogy igazából a 94-98-as időszakot nem lehet
ilyen nagyon magas erkölcsi pozícióból lenézve értékelni, hiszen nagyon sok kötöttség volt. Azt gondolom, hogy más a helyzet a későbbi időszakban, tehát a 2002-2010-ben ezek a kötöttségek nagyon jelentősen csökkentek, és az, hogy akkor nem történt egy szociáldemokrata fordulat, vagy nem vitték végig, amit Medgyessy Péter nagyon helyesen elkezdett a száznapos programokkal 2003-2004 után, hanem történt egy visszakanyarodás, az az igazi kérdés, és annak az értékelése még nem sok szempontból. Hát én azt gondolom, hogy és itt ezt vélem ki hallani a te mondandókból is, hogy alapvetően ez a fajta piacpárti, neoliberális fordulat, ez soha nem valós racionalitáson alapult, hanem ez egy hit kérdés volt, és ez a gondolat massza, ez nem a rendszerváltás gyereke. Ez már jóval korábban benne volt, tehát ez az euróatlanti törekvés, a kapitalista viszonyokhoz való pozitív viszonyulás, ez már abszolút jelen volt a kádári időben, a 60-as évektől, tehát Igen, és tehát legyünk őszinték, hogy ezt az egész ország csúnyán akartam mondani, hogy beszopta, de inkább azt mondom, hogy magáévá tette, odáig bezárólag, hogy Kádár János maga is azt mondta, hogy eltársak, akkor lehet, hogy ez lesz a sodaszer a problémáinkra. Hát nem ez lett. Mindig jöttek ilyen újabb és újabb hitbeli fordulatok, tehát ez a baloldalinak, de inkább liberálisnak tekinthető nagy-nagy társadalmi massza, amiről beletartozott a tudományos elit jelentős része, a kulturális jelentős része, illetve a középosztálynak a jelentős része. Tehát a kádári középosztály egy nagy, jelentős populációval bíró tömb volt, és ez verejéig hitt ebben. Tehát nem véletlen az átütő sikere 1995-ben például az SZDSZ-nek, ami nem volt akkora siker, mint az MDF-é, de olyanakkor nagyon nagy siker volt, és ebben az időszakban az MSZP-hoz büntették kifejezetten. De akkor azt gondolták, hogy ez a átlépünk a rendszerváltást, és megjön a nyugati jólét, megjön Ausztria, megjön mindaz, amire vártunk, várunk ezer éve, és nem jött meg. Ezt követően ugye jött egy rendkívüli mértékű társadalmi stressz, tehát az első négy éve a rendszerváltásnak az egy katasztrófa volt minden szempontból, ahogy csinálták, a következményeit nézve, minden szempontból. Vicc volt a privatizáció, tehát lényegében lerombolták a gazdaságnak a jelentős részét, úgyhogy gőzük nem volt arról, hogy mi lesz holnap után, ezt hosszan lehetne elemezni. Ezért is nem megyek bele, de a társadalom 94-ben nagyon tudatosan, nagyon markánsan igen mondott, jelentős része a szavazóknak egyébként a 360-as kenyére. Tehát azt gondolták, hogy vissza fog valami jönni abból, ami volt. Ezért is volt csalódás a jelentős társadalmi tömegek számára, a Horn Gyulának az első időszaka, aki az SZDSZ-en ezzel a liberális fordulattal vette föl a politikai kapcsolatot, és ebből következett aztán egy másik csodavárási fordulat, tehát hogy azt vizionálták maguk elé, hogyha majd csatlakozunk az Európai Unióhoz, akkor igen, akkor kicsit később lesz ugyan, de el fogjuk érni azt a mennyországot, amit várunk, amiben már ezer évek beszeretnénk lépni. És éppen ezért volt egyébként traumatikus az, hogy jött 2004, beváltott választási ígéretek, tegyük hozzá, tehát hogy Medgyessy kormány, Medgyessy minden személyes és politikai problémája ellenére tényleg egy jóléti fordulatot hozott, és aztán 2006-tal a körvonalazódó problémákra való reagálás az nem az lett, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehetne egy kicsit jobban csinálni, hanem lépjük vissza ötöt, romboljuk le ezt az egészet, az egész megfejlődött a devizaválsággal, gazdasági válsággal, és 2010-ben pedig a baloldal politikai értelemben lényegében teljesen összezuhant.
elképesztő politikai hibákat is lehetne itt még felhozni, hogy Gyurcsány Ferenc kilép az első vonalból egy ilyen szituációban, nem áll bele a megmérettetésbe, Mesterházi Attilát, még Bajnai Gordon sem, vagy egyébként akinek valamilyen szintű válságmenedzselési sikere volt is, és 2010-ben a kétharmad az valami szükségszerű dologként jön el, és ezt követően a Fidesz rendkívül érdekes, azt kell mondani, politikával fölépíti a maga alternatíváját, és bebetonozza magát, és mindeközben elképesztő alapossággal számolja föl, vagy marginalizálja folyamatosan a társadalmi baloldalt, mert maga tudja nagyon jól, hogy az ő velei neoliberális és velei jobboldali, az én álláspontom szerint kifejezetten fasisztoid politikai és társadalmi rendszere, az akkor fog összeomlani, hogyha egy nagy egészet tudnak alkotni a társadalmi baloldalnak az erői. Térjük akkor egy kicsit közelebb a mához, hogy előbb azt mondod, hogy szerinted van baloldal, és meg szeretném, hogy beszéljünk a Fidesznek az elmúlt 12 évéről is, mert nyilván amikor nem lehet megérteni a mai helyzetet. Hol látod, kiket látsz, akár nevesítve, nem nevesítve, illetve mi számodra a baloldal definíciója a 2021-ben? Tehát nagyon jól vezetted fel, mert pont ez a kérdés. Tehát nyilván amikor te azt mondtad, hogy nincs baloldal, akkor van valami, amit képzelsz a baloldalról, és ezzel kell kezdeni, hogy akkor ezt beszéljük meg. Tehát azért az európai értelembe vett baloldal, az nem csak a radikális baloldalból áll. Ezt szerintem világosan tehetjük, hogyha megnézzük, hogy Európában milyen baloldali pártok érnek el választási sikert, mert most arról beszélünk, hogy kormányképes erők, ugye léteznek-e baloldali kormányképes erők, nem arról beszélünk, hogy kis közösségekben vagy szövetkezetekben létezik az ellenállás kultúrája valamilyen módon a kapitalizmussal szemben. Tehát, hogyha kormányképes politikai pártként is értelmezhető erőket nézzük, akkor a baloldal az létezik, de visszaszorulóban van teljesen egyértelműen, akármerre nézzük, és alternatív mozgalmak, meg személyközpontú pártok veszik át sok szempontból a helyét. Tehát kicsit távolabbra, hogyha elkezdjük, mondjuk megnézzük most a holland választásokat, megnézzük a korábbi osztrák választásokat, egy szociálliberális, zöld típusú felemelkedés zajlik. Baden-Württembergben zöld kormányzás van a konzervatívokkal együtt, és nagy választási sikert értek el. Könnyen lehet, hogy a következő német kormányban az SPD-t, majd a zöldek váltják meg. Tehát ha úgy értelmezzük a baloldalt, hogy csak a bohémia munkáspártja az, ami megfelel ennek a kritériumnak, akkor nincsen, mert igazatok van, mert egy számottevő parlamenti képviselete csak néhány helyen a radikális vagy az old school baloldalnak nevezzük így. De hogyha kicsit kiterjesztően egyáltalán az emancipációra törekvő politikai erőket nézzük, és azokat, amelyek nem a teljes piacosítás politikáját vallják, és nem nacionalisták, és nem egyébként a nemzetek közötti ellentétek szintásában érdekeltek, ha így definiáljuk kicsit tágabban a baloldalt, akkor Európában egyértelműen létezik, és Magyarországon is léteznek ilyen típusú erők. Most akkor konkretizáljuk egy mondatot. Ugye, ki az, aki nem baloldali? Nyilván a Fidesz nem baloldali, akkor is, hogyha részben a kádári nosztalgiára hivatkozva próbálnak olyan intézkedéseket is hozni, lásd, először támadták ugye a 13. havi nyugdíjat, most úgy hívják, hogy megpróbálják visszaépíteni. Tehát a Fidesznek vannak ilyen populista intézkedései, amivel megpróbálnak szólni azokhoz a szavazókhoz is, akik alapvetően materialista módon közelítenek a saját helyzetükhöz. Tehát a Fidesz nem az. A Jobbik nagyon sok a gazdaságpolitikai értelemben nagyon sok baloldali javaslata van, ami, hogyha levennénk a Jobbik logót fölülre, és csak azt néznénk, hogy mi az, amit ígérnek, mi az, amit szeretnének, nagyobb állami beavatkozás, nemzetközi tőkének az itthoni működésének a szabályozása, adópolitika, stb., akkor akár azt is mondhatnánk, hogy baloldali. Nyilván tudjuk a többi részét is, tehát ez diszkvalifikálja őket. És akkor marad gyakorlatilag a most nevezzük így egyesült ellenzéknek mondhat párkja, és aztán vannak kisebb pártok, amit ugye itt az irodában is itt ülünk, tehát róluk is kell majd beszélni. Ha a hat pártot megnézed, abban van kettő elég egyértelműen liberális párt, ugye a DK és a Momentum, nekik az a fő irányuk, még akkor is, hogy a Dobrev Klárának a színre lépése, az hozott egyfajta irányváltás, például a bér politikának az ismételt előtérbe kerülése, nagyon sokat mondja ezt, hogy a európai szintre kell menni a béreket, ami egy szociáldemokrata pozíció. De ezzel együtt az általános politikájuk az szerintem nem tekinthető, hogy még szociáldemokratának.
se. És akkor nézzük meg, hogy ki az, aki marad. Ugye marad az MSZP, az LMP és a Párbeszéd, és nagyjából ezzel így szűkítettük, hogy ki az, aki szóba jöhet, mint parlamenti képviseletként jelenleg a baloldalon. Az MSZP-t lehet sok szempontból bírálni, hogyha azt nézzük, hogy Kohámi Ágnes miket mond, meg Tóth Bertalan miket mond, akkor az egy baloldali pozíció szerintem minden európai baloldal definíció szerint. Más kérdés, hogy ha a programjukat valaki megnéz, az első helyen a jogállamiság szerepe, amit meg én nem tudok értelmezni kutatóként se. Tehát egy baloldali pártnak miért az a legfontosabb, miközben emberek éheznek, ez nem teljesen világos. Tehát nekik még mindig van valami fajta viszonyuk a magyar liberalizmussal, és nem tudtak visszállni teljesen egyértelműen a szociáldemokrata értékrendre. Az LMP az mindig is úgy kezdte, hogy ő értékszintézés, és hogy a zöldek, a konzervatívok és a baloldal egyszerre, tehát markáns baloldali politikát biztos, hogy nem visznek, de Ungár Péter meg például a szociális dolgozók kapcsán a kiállása és szisztematikus munkája az egy egyértelmű baloldali pozíció. És marad a Párbeszéd, Karácsony Gergő ugye főpolgármester Szabó Tímait elfogott is, hogy ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Ha megnézzük pusztán a programjukat, ez egy teljesen egyte szociálliberális zöld program, és minden szempontból megfelel a baloldalnak. Minimál jövedelem, egyébként az ISZOM-mal szinte szó szerint ugyanazt mondják ennek kapcsán. Kérdés kimondta előtt, de ez szinte mindegy is, mind a ketten teljesen lesz meg 100 ezer forint, 50 ezer forint családi pótlék, és minimum nyugdíj, mindenkinek fel kell kerekíteni a létminimumra a jövedelmét. És körülbelül ez a jelenlegi szintér, amiről lehet tudni, más kisebb pártok, nem tudom, hogy fontosak-e, de gondoljátok, hogy is beszéltünk. Tehát létezik a baloldal, kicsi a baloldal, nem nagyon markáns a baloldal, de hogyha lesz rendszerváltás, ugye az Orbán rezsim után, abban lesznek baloldali szereplők is. Te hogy látod szület? Hát én hangsúlyozva, hogy mennyire olvasott ember vagyok, hogy József Attila idézettel indítanám ezt az etapot, tehát hogy a tőke és a fasizmus jelések minden külön értesítés helyett, tehát hogy is nemzetközi térről indulok, teljesen egyértelműen látható az, hogy a tőke világszinten nem tudja elfogadni még partneri státuszban sem a baloldali kísérleteket. Gondoljunk itt első körben Latin-Amerikára, ahol egy jelentős új baloldali reneszánsz volt, mondjuk az elmúlt 15 évben, és ha megnézzük, hogy milyen agresszív módon folytották ezeket így csirájába el, gondoljunk csak arra, hogy ugye a brazil elnököt Lulát a választás előtt most már bizonyíthatóan törvénytelen módon vonták ki a forgalomból, börtönözték be. Ugye a nagy elmény Brazília kapcsán most egyébként, hogy ezzel a Barón Bolsonaroval szemben elindulhasson, ez az, hogy kimutatta a braziliai illetékes bíróság, hogy ez törvénytelen volt. Gondoljuk arra, ami Moralessel történt Bolíviában. Szándékosan nem beszélek most Venezueláról, mert ott maga a jelenlegi állapot is, meg a Chávez-féle politika is azért sok minden másról is szólt, és sokat kéne beszélni róla, és nem tér bele ebbe a keretbe itt. De hogy ebből is látható az, hogy ott mi történt. Hogy a leggagyibb puccsal is képesek voltak elzavarni valakit, aki szembe ment a illetékes nagytőkéknek az értekeivel, és ennek mellesleg az Egyesült Államok térségi új gyarmatosító törekvéseivel. És Európában a legfájdalmasabb dolog mindannyiunk számára az a Syriza volt, tehát Görögországnak az a társadalmi és politikai kísérlete, amire egy katasztrófa, társadalmi katasztrófa mellékhatásaként került sor, radikális baloldal politikai pozícióba került. Ténylegesen, amit lehetett, én azt gondolom, hogy ők ott megpróbáltak, de olyan szintű ellenállás volt a tőke, az Európai Uniós illetékesei, a bankszektor és mindenki más részéről, hogy képtelenek voltak ezzel szemben valós alternatívát állítani. Azért másképp is ugyanilyen is voltak ebben eltökéltek Cipraszék. És ez is sokat játszik, nagy szerepet játszik abban, hogy gyenge nemzetközi értelemben is, ahogy te is mondtad a baloldal, európai szinten is keresi a magát. Ugye most a legújabb válság az valamilyen szinten, például a német bilinkét, a balpártot érinti,
ott is hatalmas belső viták vannak, hiszen azon a bázison, ami ők mozogtak, megbízhatóan és stabilan, azon jön föl a szélső jobb oldal. Sokan azt mondják, és ez is egy nagy dilemmája egyébként a baloldalnak, nemzetközi értelemben is, hogy identitás, vagy pedig osztálypolitika. Ugye talán előutóbb olvastam, hogy a Zara Wagenknek több nevű ultrakommunista, sokak által számistának is bélyegzett német politikusnő kaffelatte szavazóknak minősítette azokat az új szavazói tömegeket, akik feltűntek a Die Linke mögött, ezzel arra célozva, hogy sikerült ezt a finomkodó úri fiatalos középosztályt becsábítani, ugyanakkor elvesztették a munkásokat, és hát úgy néz ki, hogy arányaiban azért ez nem váltja ki egyik a másikat, és ez tényleg egy jelentős probléma. Én azt vitatom ugyanakkor, hogy ez a fajta identitás politikának az előtérbe kerülése, ez egy erőltetett dolog lenne baloldalról. Ez egy jobb oldalról erőltetett dolog, tehát azok a újfasiszta társadalmi politikai kísérletek, mint Orbán, Trump, meg a többi, azok folyamatosan bombázzák a baloldalt azzal, hogy te ti csak a melegeknek akartok, ti csak a transzneműeknek akartok, ti csak arról beszéltek, hogy azonos neműek, vagy a kinek milyen WC-be kell mennie. És nem igazán tudott a baloldal hathatós választ kialakítani, mert ha azt mondjuk, hogy mi nem foglalkozunk ezzel, akkor nem igaz, és hazudunk, mert igenis foglalkozni kell ezzel, igenis fontos emberi, politikai, szociális jogokról van szó, és folyamatosan beletekeredünk ebbe a jobboldali csaptahelyzetben, amiből nem lehet kijönni sehogy sem jól, és elveszítjük a saját szavazóinknak jelentős ne részét. Csak hogy kicsit vitatkozzunk is, tehát amit a Biden jelenleg csinál, az a megoldás, és mindenhol ez a megoldás, át kell terelni a témát, és a valódi problémákkal, a széles köveket érintő problémákkal kell foglalkozni, például újra elosztási eszközökkel, tehát van egy szisztematikus torzulás az adórendszerben, a gazdaságpolitikában, ami mindig a cégeknek és a legjobban keresőknek, a gazdagoknak, a vagyonosoknak kedvez. Ez egy történelmi trend a 70-es évektől kezdve. Itt kell beavatkozni, mert addig nem fogják elhinni a munkások, hogy velük van a baloldal, ameddig nem mutatja meg cselekvés szintjén is. És elnézést kérek, de az identitáspolitika jelentős része az nem érinti az emberek döntő többségét. Tehát nem az ő számomra fontos hétköznapi ügyekre vonatkozik, mert ők el tudják dönteni, hogy melyik WC-be menjenek be. Szóval ilyen értelemben az, amit a Biden-féle megacsomag jelenleg jelent, az a válasz szerintem, mert kiszorítja ezt a fajta alternatív vitát, és azokkal a problémákkal foglalkozik, amik valóban széles tömegeket mozgósítanak a szavazóinknak is. És tegyük hozzá, hogy ez alapvetően Bernie Sandersnek az érdeme szerintem, mert ő ezért egy nagyon jelentős. Tehát Amerikában azért sikersztori mindaz, ami a baloldalon történik. Tehát Sanders és főleg a mögötte lévő fiatalabb és jellemzően politikus nő, azok egy olyan új politikai dinamizmust hoztak be, amiről álmodni se mernek a világ más részein. Nem senki nem gondolta volna ugye azt, hogy szocializmusról fognak beszélni az Egyesült Államokban a politikai kampányban, és ennek biztosul egy realitása volt, mert azzal a tartalommal töltötték fel, amiről te is beszélsz. Hogy akkor beszéljünk az egészségügyi ellátásnak az egész átgondolásáról, az adórendszer teljes átgondolásáról. Ugyanakkor látjuk, tehát azért a Biden az én szempontomból egy hitember próbál ebbe a dologba lenni, hiszen a másik oldalon azért elképesztő ellenhatások is vannak. Nem a tökéletesség hívnak a Biden, én nem ezt állítottam, csak azt állítottam, hogy mi lehet a kiút abból a csapdahelyzetből, amit egyébként teljesen pontosan leírtam. Igen, és tehát hogy Magyarországon ugyanakkor meg valamiféle ilyen elkésettség van. Tehát, hogy én tökre örülök annak, hogy az Igen Szolidaritás végül is azt mondta, hogy az ISZON, amiben én is tag vagyok, hogy igen, vállaljuk föl a szocializmust program szinten, próbáljuk feltölteni egy olyan tartalommal, ami jelentős mértékben azt képviseli, amit mondjuk ez alatt a Corbyn a munkáspártjaért, vagy a Bernie Sanders Egyesült Államokbeli politikája jelent, ugyanakkor nem megtagadva, és ez számomra egy nagyon fontos tétel, nem
építhetünk politikát tagadásra. Tehát az a fajta tömény antikommunista propaganda, ami uralja a közbeszédet, főleg Magyarországon, Lengyelországban, itt a rendszerváltás utáni nacionalista ellenforgalmak országaiban, ezt valahogy ki kell kerülni. Ha mi folyamatosan abban megyünk bele, hogy a létező szocializmusok bűneit kell megtagadjuk, akkor mire ezeket végigmondjuk, addig az összes ember elmegy arról a választási gyűlésről, amit összehívtunk. Tehát, hogy tudni kell, igen, elmondani, hogy mi a szocializmus jelen körülmények között, mit akarunk képviselni. A fogalom felvállalása viszont egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ez egy csit fejezem, mert látom, hogy szólni szeretnél, ne haragudj, hogy nem mert fogalmakat bevállalni a baloldal, és ez igaz akár még a párbeszédre is, hanem megpróbáltuk úgy körülírni, de nem azt mondani. És az embereknek a fülébe ez nem ment be. Nem ment be az, hogy szociális piacgazdaság, aminek volt egy természetesen hosszú evolúciója. Csak egy mondatot akartam, hogy ez azért egy fontos kérdés, amit itt beszélgetsz, mert a választóknak a egyre bővülő táborának nincs semmilyen közvetlen élettapasztalata se a Kádár rendszerről, se a létező szocializmusról, és történelmi tudása sincsen. Tehát egyszerűen ők nem ebben a világban élnek, és hogyha a új szavazókat, akiknek nincs beállva a pártszimpátia, valaki meg akar szólítani, akkor azzal a nyelvezettel és abba beleragadva, hogy állandóan a múltat kell újra tárgyalni és megmagyarázni, hogy akkor államszocializmus vagy államkapitalizmus volt, de a Kádár rendszer szerint, amit kimegyünk és a villamos megállóban megkérdezünk egy első szavazót, nem is fogja érteni, hogy miről beszélünk. Tehát a politikának az a lényeg, hogy éppen a létezőre valamilyen módon reagáljon, és jelenleg nem ez a fő kérdés, hogy mi történt itt a 45 és 90 között. És hol lenne most ezt kutatóként, hogy tudományos mutatásként kérdezem tőle a politikai jelzőként, hogy az iszomnak a helye, milyen helye lehetne jelenleg ellenzéki téren, illetve hogy ugye elvileg ez a legradikálisabb baloldali párt, még nem látszik, hogy 40%-on a közvéleménykutatások van. A magyar társadalom egy baloldali társadalom. Hát azt, hogy nem ezt állítottuk, hogy a magyar társadalom baloldali társadalom, mert akkor a Fidesz még most függetlenül attól, hogy ezek a választások hogyan zajlottak, de akkor sem tudna számon felül ugye támogatást felmutatni. Tehát nem, a magyar társadalom az egy biztonságra és gondoskodásra vágyó társadalom jelentős részt, és aztán persze vannak, akik nem, de most itt az átlagokról beszélünk. És a Fidesz például ugye a menekült kérdés kapcsán, meg a migráns válság kapcsán egyértelműen ezt a biztonsági pozíciót töltötte be. Tehát a magyaroknak van egy olyan ellenérzülete azzal szemben, hogy egy multikulturális társadalom kialakuljon, független attól, hogy elmegy valaki Bécsbe és ott videózik. Tehát nem, ez csak egyszerűen ez egy elemi érzület, nincsenek hozzászokva, ez nem Nyugat-Európa sok szempontból, és a Fidesz ezt a fajta biztonságigényt például így tudta megoldani. Tehát ezért tartom fontosnak az, hogy van ez az érzület, ez nem azt jelenti, hogy baloldaliak lennének a magyarok. De az, hogy az iszom miért nem 40%-os, és félretenném, mert ezt majd ti elmondjátok, hogy persze a média helyzet, meg minden. Alapvetően azt gondolom, hogy az erőválasztási rendszernek a kialakulása az lesz az, ami nehézé teszi azt, hogy az iszom nagyon hamar megerősödjön, mert van az Orbán rendszerre szemben egy értelmezhető alternatíva jelenleg, ami 5 parlamenti párt plusz a Momentumnak az együttműködésében alakult ki. Lehet, hogy ez egy időzítési kérdés is, hogy az iszom nem volt ott az eredeti megbeszélésekkor, kicsit később alakult, vagy később kezdte el megszervezni magát. Nem biztos, hogy ez egy lejátszott ügy, én nem vagyok ilyen értelme politikai jelző, hogy pontosan tudja, hogy most hol tart az, hogy jövő héten elindítják az előválasztást és milyen szabályai lesznek. Tehát lehet, hogy ebben még valamilyen módon részt lehet venni, amennyiben nem lehet részt venni, vagy csak úgy lehet részt venni, ahogy a jelenlegi szabályok diktálják, hogy meg kell mondani, hogy kinek a frakciójában ül be ugye valaki, mint most Jábor András, aki egy egyértelműen baloldali jelölt a Józsefvárosban megmondta, hogy melyik pártnak a frakciójában fog beülni. Tehát, hogyha pártként nem lehet részt venni, akkor az iszomnak el kell dönteni, hogy ennek ellenére megéri-e valamilyen módon részt venni ebben a folyamatban, mert teljesen rendszer ellenzékként fog elindulni, és ugye ráindítja a jelölteket. Ott nagyon nagy a veszélye annak, hogy ez valamilyen módon egy munkáspárt típusú helyzetet fog generálni, de ez 1-2%.
azt sem mondom, hogy elveszi a baloldaltól, mert aki az Iszomra fog szavazni, vagy a Munkáspártra, vagy a Mi Hazánkra, a másik oldalra, vagy a Kutyapártra, azok nem biztos, hogy a mainstream pártokra eleve szavaznának, tehát még csak ezt sem mondom, hogy beavatkoznának, hanem akkor ez egy hosszabb távú fejlődési stratégia, kb. Az, mint amit Schiffer András az LMP élő képviselt, hogy se nem jobb, se nem bal, hanem próbáljuk meg felfejlődni a magunk útján, és nem veszünk részt. De ez egyben a relevanciáját is elveszi a politikai stratégiának, hiszen nem fognak a kormányváltás kérdésére válaszolni. Hogyan látod az Iszom helyzetét? Hát, előválasztás, vagy előválasztás? Hát nem ezzel fogok indítani, csak ezzel sem. Én azt gondolom, hogy piszkos nagy igény van valós társadalmi problémákkal foglalkozó politikai formáció jelenlétére. Ezt akkor vettem én észre, amikor fölmerült az, még az Iszomnak az elején, hogy hát ugye egy ilyen hírblokk volt a demokratikus polgári sajtó részéről, tehát soha semmi meg nem jelenhetett róluk, tényleg lehet, hogy azért már tényleg nagyon semmit nem akartunk mondani. Mi azt valószínű is tettük, hogy azért, mert nem akarnak írni rólunk, mert nem érdeke a ellenzéki, a már akkor körülhazott összefogásnak. Ugyanakkor jöttek persze ilyen Krónika, Kossuth Rádió, M1 meghívások. És akkor ez egy dilemma volt, hogy hát itt partások most akkor hogyan éljük ezzel a lehetőséggel. És akkor az a elvi döntés született, hogy mindaddig, ameddig szabadon, minden korlátozás nélkül, minden sugalmazás meg egyéb nélkül bemegy az emberünk és azt mondja, amit el szeretne mondani, addig ezzel a lehetőséggel jelenik el. És pontosan a borsodi októberi választáson, ugye ahol egy jobbikos jelölt hasalt már kicsit, az Iszom jelöltjének a szavazatai nélkül is sima vereségbe szaladt bele, mindenféle összefogás ellenére is, ott derült ki, hogy számomra is legalábbis, hogy egy nagyon méretű vélemény buborék csupán az a demokratikus ellenzék. És azon kívül jelentős mértékű szavazói bázis, társadalmi tartalék van a baloldal számára, akik M1-et néznek, Kossuth Rádiót hallgatnak, megyei napilapokból tájékozódnak, és ugyanakkor fogékonyak az alternatívára, és keresik azt, hogy ki az, aki szavazni lehessen. És itt jött be az, hogy nem véletlenül lett 2,2%-a ezen a választáson az Iszom jelöltjének. Ez nem a kamupárti szint. Munkáspárt, vagy bárki más, aki ilyeneken el szokott indulni, azok általában azt a szintet sem hozzák, ami az ajánlásoknak a száma lenne. Tehát én ebben bízok, és biztos vagyok benne, hogy ez egy jó irány, hogyha ezt a szavazói tömböt próbáljuk megszólítani. Ezért vagyok én nagy harcosa annak a rendszeren belül, hogy ne foglalkozzunk a hatos fogattal, ne kezdjünk bele abba, hogy most akkor ők miért mondják, miért nem fogadnak be, miért nem beszélnek rólunk, hanem azokat a markáns üzeneteket, amik szociális területen képvisel elsősorban a párt, azokat próbáljuk meg eljutatni ezekhez az emberekhez. És itt jön az előválasztás. Az előválasztás szerintem egy menet közben épített autó, amiről még most sem tudjuk, már 120-szal kell menni, de még most sem tudjuk, hogy mi lesz, ki lesz, hogy lesz, hova lesz. Ugye már azon sokan mondják, hogy nagyon nagy probléma, hogy az egyéb képviselőjelöltek kiválasztása például egyfordulós lesz. Nekem a fixa ideám, én a Parizer Pucs néven írtam erről nemrégiben, és itt most a Jakabra gondolva a Parizer kapcsán, hogy a Jobbik egy mindenkoron egy trollpárt volt, amelyik talált egy politikai piaci részt, oda bement és azt kifeszítette, és ugyanezt megtette, bejött ebben a hatpárti összefogásban, és kihasználva az egésznek a strukturális problémáit, belülről ezt az egészet képes lesz elfoglalni. Tehát per pillanat a Jobbik Jakabbal a most már a number one miniszterelnök jelölt, ott van a csapatban a Márki Zaj, aki az ő trójai falu szintén,
A Karácsony Gergelytén azt látom, hogy, hogy ő látja ezt, hogy ez ebből ő most már annyira jól nem jöhet ki, ezért ő, ő nem fog elindulni. A probléma az az, hogy politikailag az Iszomot nem fogadták el. Tehát, hogy december 20-án kinyilvánították azt, hogy ez van, hat párt, így meg így lehet esetleg csatlakozni, politikai kategóriákra nem lehet bekerülni. Innentől fogva tök jogosan azt mondta a párt vezetősége, hogy jó, ezt akkor felejtsük el, akkor, hogyha ezen az úton kell végigmenni, akkor menjünk végig külön. Én azt gondolom, hogy főleg a belső feszültséget, és egy, az előválasztás egy tök jó dolog, de lehet egy tök rossz mellékhatása, a egymásnak való üzengetések, torzsalkodások miatt jelentős arányú lemonzsolódás, szavazói lemonzsolódás is lesz. Én azt hiszem, hogy kimutatták legutóbb valamelyik közvéleménykutató, hogy, hogy minden 20. ellenzéki, tehát olyan minden 20. pártot választó ellenzéki szavazó nem szeretne szavazni közös listára. Más kutatások pedig azt mutatták ki, hogy vannak, akik közös lista szavazók egész konkrétan. Hát ez is, tehát, is benne van, hogy a közös listának van egy hívószava, igen. Ugyanakkor jelentős lemonzsolódás is. De ha megnézzük minden 20. ellenzéki szavazó lemonzsolódás, az azt jelenti, hogy 5%-os. Ezek ezres mintákon készülő kutatások, másfél évvel a Jóros az őszintén beszélünk. Kovács László is megmondta, hogy nem közvélemény kutatást kell nyerni, hanem választ. Nem, csak azt gondolom, hogy ezeket helyén kell kezelni. Az, alapvetően egyetértek a helyzetértékeléssel, ugye egy ponton nem. Tehát azt, amit mondtál a Jakab és a Jobbik kapcsán, tehát azt azért látni, hogy Magyarországon vannak szavazói tömbök, és az egy nagyon jelenleg, aztán majd ezt nyugodtan, hogyha megnézzük a Jakab miniszterelnökség első hónapjaiban, ezt visszaadhatjátok nekem ezt a felvételt, és fizetek mindenkinek a sört. De hogy az az elképzelés, hogy a baloldali tömböt egy jobbikos miniszterelnök fogja vezetni, szerintem ez csak egy egyfordulós rendszerben lett volna elképzelhető. Úgyhogy kétforduló lesz a miniszterelnök jelölt választásban. Nekem az a feltevésem és az a benyomásom, hogy, hogy az nem a Jobbiknak kedvez. Egy fordulóban tudtak volna nyerni, két fordulóban szerintem nagyon lecsökkent az esély. Ezért is fontos a hatalomtechnika. Tehát lehet itt nagy baloldali elvekről beszélni, de az, hogy milyen intézmények keretében zajlik a folyamat, az befolyásolja a végeredményt. Magyarul az intézmények ilyen értelemben fontosak, ezt most mint kutató mondom. Tehát maga ez a tény, hogy két forduló lesz, szerintem ez csökkenti a Jakab esélyt, független attól, hogy egyébként 1% ponttal, hiba határon belül valamelyik felmérésben egyébként elsőként fog kijönni. Egy kivétellel, tehát hogyha tudja folytatni azt a fajta politikát, ami a mostani látszólagos erősödéshez vezetett, hogy az ellenzék az nem a lényeges kérdésekkel foglalkozik, nem megy frontális a normának, és nem nyújt egy egyértelmű alternatívát, hanem akár belső viszonyokkal lesz elfoglalva, vagy irreleváns kérdésekkel, mert erre azért sok példát látunk, például a korrupció kapcsán, ami a magyarokat egyáltalán nem adja meg. A két legnagyobb ellenzéki pártnak ez a fő üzenete jelenleg, hogy felcsúti per, és ilyen elszámoltatás, olyan elszámoltatás, az a magyarok döntő többségét semmilyen módon nem érinti, mert nem fog tőle jobban élni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha feltesszük, hogy ez az, ami megszólítja a választókat, akkor a Jakabnak lehet esélye, mert ő viszont egyértelműen szociális üzeneteket is megfogalmaz. Amit én ehhez hozzátennék, én a Iszomon belül is vannak viták, identitás és osztálypolitika, tehát hogy szólítsunk-e meg akár etnikai, akár vallási érzületi alapokon szavazókat, vagy csak ezt a modern munkásosztályt próbáljuk meg aktivizálni. Én azt képviselem ebben most, hogy álláspontom szerint egyre több lemosolódó van az ellenzéki szavazói tömbön belül, akik keresni fognak maguknak politikai erőt, és akik nem tudnak megbékélni. Tehát ugye most induljunk ki például a baloldalinak abban a szempontból, amit mi képviselünk, abszolút nem nevezhető Bauer Tamástól, aki egy keményen antifasiszta, liberális. Szerintem, hogy baloldalinak ebben igen, de ő azt mondta, hogy ezt nem. Tehát így ebben. Mármint micsodát? Hát, hogy a hatos fogatot. Induljunk ki, tehát, hogy én látom az interneten, hogy a roma polgárjogi aktivista Sekétjenő milyen kemény harcot vív azért, hogy legalább valamilyen szinten próbálják meg képviselni a romákat, a hatosfogat képviselői, és ne csusszon bele klumpizásba.
Nem plusz évvel, hát most mutatott be több párt különböző roma programokat, és tehát azt gondolom, hogy ez... Jó, de láttuk azért, emlékezzél októberben a választás, amikor a Jobbik jelöltje sokadjára leverte a Fidesz, de nagyon. És mi volt a reakció? Krumplizás. Azaz a szegény, jellemzően roma társadalmi rétegek szavazatainak megvásárlásával nyert. Ezt a dekódolt üzenetet még a DK szavazói is fogták, és mindenki örült, és mindenki krumplizott, és mindenki pontosan tudta, hogy a cigányokról van szó, és a cigányok is pontosan tudták, és azt mondták, hogy van, ebből nem kérünk. Köszönöm. Tehát ezek azonosítanám a magyar roma lakosságot Setét Jenővel semmiképpen, tehát azt gondolom, hogy ez az igazi buborék, hogy azt feltételezzük, hogy ezek a civil szervezetek több százezer romának a politikai választását tudják befolyásolni. Nem, ez a Kubatov által kidolgozott rendszer az az, ami nagyon erősen tudja őket befolyásolni. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a szövetségeket, és ez nem csak a romákra vonatkozik, hanem a vállalkozókkal. Tehát egy csomó társadalmi csoporton nagyon szisztematikusan már a 2000-es években a Fidesz kiépített egy védés nagy szövetséget, aminek az a fajta gépezet lett az eredménye, amit aztán a 2010-es években láttunk. Tehát ebben rengeteg munka van, hogy hogyan dolgozzák ki azt a hatalom technikai rendszert, amiben biztosítható, hogy meg lesznek azok a szavazók, amikor eljön a választás napja, és ezen folyamatosan dolgoznak szinte. Ez az igazi kérdés, a krumplizás az a jéghegy csúcs egy tekintetben. Igen, csak én amire céloztam az, hogy a identitásukban, személyiségükben sértett társadalmi csoportok. Ugye ne felejtjük el, hogy Jakab mennyire fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy elutasítja ezt a szivárvány családokról szó. Na most ezek innentől fogva egy homoszexuális polgártársunknak nehéz lesz azt mondani, hogy nincs meg szavazza az alternatívára. Hát cserébe szavazhat a Novák Katalinra, vagy egyébként fenntarthatja Novák Katalinát. Hát ez igen, hogy kisajtása is, hogyha győz az az alternatív, amit én mondok, hogy igenis tudni kell megszólítani ezeket a társadalmi csoportokat, az igenis kell. Az a kérdés, hogy ez egy éven belül ez egy létező politikai alternatíva lesz-e, ami ez egy kérdés, és nem kell egyből választást nyerni, nem kell egyből olyan számottevő eredményt elérni. Pontosan a mostani hatos fogadnak a példáját mutatja, amiben van három párt, négy párt, hogyha a DK-t, azaz még az MSZP-hez számoljuk, ami gyakorlatilag 2009-es EP választásra nőtt fel. Tehát én itt nem vitatkozom veled, hogy ez egy létező politikai stratégia, én csak azt mondom, hogy egy éven belül ennek nem lesz kormányváltó hatása, tehát nem valószínű, hogy ez megtörténik, aztán lehet, hogy tévedünk. Hát ugye az 2019-ben a Momentum is ilyen típusú politikai erőként jött. Abszolút, ezért mondom, hogy ebben igazad van, hogy attól, hogy valami most kicsi, az nem azt jelenti azt, hogy két év múlva is kicsi lesz, de az, hogy egy év múlva kicsi lesz, azért az elég valószínű. Szükség lesz mindenképpen protestpártra. Egyelőre ez a Mi Hazánk, ami azért a klasszikus értelemben mégsem az. A Kutyapárt az nagyon jó ebből a szempontból, de én az arra gondolok, hogy ezt a politikai ürt azért jelentős mértékben ki tudja tölteni majd az említett okok miatt az Igen Szolidaritás is. Szeretném lezárni egy rövid kérdéssel, mindjárt mondjatok még három mondatot, hogy miért lenne jó, ha nem az Orbán kormány lenne, hanem bármilyen másik kormány Magyarországon jövőre. De tényleg egy három mondatban, és akkor ez legyen az utolsó. Miért szavazzanak az emberek rájuk? Hát nekem nem feladatom az, hogy kampányoljak, tehát én csak el tudom mondani, hogy mi lenne a hatása, hogy most a munkások újságjánál ülünk, mondjuk a munkások részére mi lenne ennek a hatása. Valószínűleg a közmunkának az a rendszer, ami most kialakult, és valószínűleg sokan egyetértenek benne, hogy egy borzasztó rendszer, aminek nem sok értelme van, és nem vezet vissza a munkavilágába, valószínűleg ez változna. Valószínűleg változna az, hogyha valaki állást keres, annak a támogatása meddig tart, és milyen gyorsan kényszerítik bele az álmunkavállalásban ugye a közmunka. Hosszabb lenne egyszerűen az álláskeresési járadék ideje. Valószínűleg több családtámogatás lenne és igazságosabban. Tehát ez az, hogy a négy gyermekeseket vagy a legjobban keresőket támogatja a Fidesz rendszer, az biztos, hogy változna, a családi pótlék az ugye előtérbe kerülne, valószínűleg mindenki egyetértebe, még egyébként a Momentum is egyértelmű állásfoglalt, hogy megtartanák, de megváltoztatnák a családi adókedvezmény rendszerét. De az én szűkebb szakterületemen, hogyha a gazdaságpolitikát és az újraosztási kérdéseket nézzük, akkor egy nagyon egyértelmű munkásbarát fordulat lenne, még azzal együtt is, hogy liberális pártok is részt vesznek ebben az ellenzéki együttműködésben. Köszönöm. Hát, nem lesz három mondat, nem tudom annyira összefoglalni. Én azt gondolom, hogy a
ha a hatos fogat nyer, nem látom annak a valószínűségét, hogy mindaz, aminek meg kellene történnie, megtörténik. Itt elszámoltatás, felelősségre vonás. Minimum az, hogy Mészáros Lőrinc vagyona, és aztán bebörtönzések, és egyéb hosszú sorokat kéne, amik minden normális demokratikus országban jelen vannak, ahol olyan korrupciós ügyek vannak, ami töredékét jelenti a magyarországinak, Franciaország, stb. Ezek fölmerülnek, itt még ezt nagyon piszkálisan emeljük. Úgy, hogy az egész magyar gazdasági szerkezet az lényegében már olyan, hogy megkerülhetetlen benne, nincs alternatívája a Mészáros Orbán gazdasági birodalomnak. Tehát, hogy ezeket valakinek meg kéne csinálni, és számomra az ellenzéki győzelmek helyi önkormányzatokban azok nem győznek meg arról, hogy megvan az a elhatározás és akarat, ami ehhez szükséges volna. Tehát most nekem az ide a legviccesebb példája ennek az volt, hogy ahelyett, hogy mondjuk beleálltunk volna, hogy mit csináltak rosszul, tarlóség, ahelyett adunk neki egy díszpolgári címet. És sok ilyen dolog. Most Miskolcon olvasom legutóbb, hogy a helyi polgármester a helyi SZP-hez hasonlóan privatizált egyetemnek a igazgatóságának, hogy hova a fenébe ülnek. Tehát, hogy ez most rosszul hangzik, de mint az MSZNP egyelő Fidesz, már működését tekintve, a ellenzék meg az a fias népfront. Jó, tehát akkor elszámoltatás kellene szerinted? Hát akkor nyitottunk egy újabb kérdést. Nem. Azért mondom, hogy ez nagyon sok mindent kinyitottam, én nagyon sok mindent kinyitottam ezzel, lehet, hogy ez egy újabb fejezet, vagy bármi egyéb, de hogy én már ott el vagyok ebben a dolgokkal akadva, hogy ha bárhogy számoljuk, nem fog ez az ellenzék így ebben a felállásban, ezzel a neki veselkedéssel tudni győzni. Annyi, de annyi olyan traumán vagyunk túl, hogy igen. És akkor ott van, hogy sábatozik nekem a kamera előtt a Gyurcsány felében a fotóban, ezt ne viccelni. És ez lesz. 2022, ezt már most föl lehetne tölteni a YouTube-ra, csak át kell dátumozni. Szegény Mester Pazi Attila lesz már csak ott. Köszönöm, és szerintem folytassuk egy év múlva, lássuk meg, hogy mi történt. Köszönöm szépen.